estét kívánok, köszöntöm Önöket! Május 21-e csütörtök van, ezek a Győr Plusz Televízió legfrissebb hírei. Zéró toleranciát hirdetett dr. Dézsi Csaba András az illegális hulladék lerakással kapcsolatban. Ezt egy rendkívüli sajtótájékoztató jelentette be a városvezető csütörtökön. Velekei László jelenlegi művészeti vezető lesz a Győri Balett új igazgatója. Már korábban ismerté vált, hogy a társulatot 29 éve vezető Kis János megbízatása lejár, és nem pályázott újra a pozícióra. Fél nyolcas Vizit címmel jelentkezik két hetente a Győr Plusz Rádió új beszélgetős műsora. Győr polgármestere látogat ezentúl rendszeresen a rádió stúdióba, ahol a műsorvezetők kérdései mellett a betelefonáló győriek felvetéseire is válaszol élőben. Zéró toleranciát hirdetett dr. Dézsi Csaba András az illegális hulladék lerakással kapcsolatban. Ezt egy rendkívüli sajtótájékoztató jelentette be a városvezető csütörtökön. Győr polgármestere elmondta, az utóbbi időszakban jelentősen megnövekedett a város szelektív hulladékgyűjtő szigeteinél elhelyezett illegális hulladék mértéke, ezért a közterület felügyelettel egyeztetve azonnal életbe léptetett egy szigorúbb eljárási rendet a szabálytalankodókkal szemben. Fontos az, hogy megfelelő szankciókat kapjanak azok az emberek, megfelelő szankciókat érvényesítsük azok az emberekkel szemben, akik a hulladékot illegálisan lerakják. Csütörtöktől minimum 50 ezer forint büntetést kap az, akit illegális szemetelésen kapnak Győrben a közterület felügyelők. Dr. Dézsi Csaba András csütörtökön rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be, zéró toleranciát hirdet az illegális hulladéklerakás terén. Zéró toleranciát hirdettem meg a mai naptól Győr városában, mert azt tapasztaltam, hogy a szelektív hulladgyűjtő állomásokon vagy helyszíneken rendkívül megnövekedett az illegális hulladéklerakásnak a mértéke, és úgy gondolom, hogy mi hiába küzdünk egy oldalról, hogy ezt kulturáltabbá tegyük, nagyobb befogadó képességű edényeket helyezzünk el, olyanokat, amiben nem lehet betömködni más oda nem illő szemetet, hulladékot, hogyha hagyjuk azt, hogy oda olyan emberek, akik nem hajlandók betartani a közösségi szabályokat, azok oda lepakolják a szemetet. Ennek következtében borzasztó módon néz ki most a egy-egy ilyen helyszín. Erről a lakók fotókat küldtek nekem, kimentem magam is, ezt tapasztaltam, és úgy gondolom, hogy ezek a trógerekkel, akik ezt oda lerakodják, nyilvánvalóan a saját kertjükbe se pakolják be a szemetet. Én elvárom azt, hogy Győr városát is tartsák tiszteletbe. A város polgármestere a győri közterület felügyelet vezetőivel szemben fogalmazott meg elvárásokat, miszerint az illegális hulladék felszámolása elsődleges cél legyen a szervezet tevékenységében. Ennek megfelelően minden olyan járműre, amely a szelektív hulladékgyűjtő sziget előtt a tilosban parkol, haladéktalanul kerékbilincset helyeznek fel, mert ezek akadályozzák a hulladékgyűjtő szigetek kiürítését. Előfordulhat, hogy az autó emiatt hosszabb ideig fog a helyszínen parkolni, azonban csak így biztosítható, hogy a bírságot, amely visszatartó erő, minden esetben megfizesse. Vannak olyan emberek, akik ebből értenek, csak úgy kell velük viselkedni, amiből ért. Ahogy ők viselkednek, amilyen az adjon Isten, olyan lesz a fogadj Isten. Mondta a polgármester, aki hozzátette, a GHG új vezetésével már korábban egyeztetett kamerákat fognak minden szigethez kihelyezni. A rendszer kiépítése hosszabb ideig tart, ezért a folyamat alatt a nap 24 órájában fognak járőrözni a közteresek, és ellenőrzik a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket. Azt is kértem a közterületfelügyelet vezetőjétől, hogy az akciócsoport az 0-24 órában rajtaütésszerűen váratlanul jelenjen meg ezeken a helyszíneken, dokumentálja azokat, akik megsértik az együttélés szabályait így módon, és büntesse meg őket. Feltehetően publikálni is fogjuk ezeket a képeket, mégpedig azért, mert hadd ismerje meg ezeket az embereket a közösség, amiben élünk, hogy kik azok, akik tönkreteszik a városnak a tisztaságát és a környezet tönkretételével tulajdonképpen a közérzetét is a város lakóinak. Velekei László jelenlegi művészeti vezető lesz a Győri Balett új igazgatója. Már korábban ismerté vált, hogy a társulatot 29 éve vezető Kis János megbízatása lejár, és nem pályázott újra a pozícióra. A városnak szüksége van a folytonosságra, és ezt Velekei László tudja biztosítani. Támogatja őt Kis János mellett az egész társulat is, hangsúlyozta dr. Dézsi Csaba András polgármester, aki szerdán adta át a megbízó levelet az új igazgatónak.
Velekei Lászlót, a Győri Balett leendő igazgatóját fogadta dr. Dézsi Csaba András. A győri polgármester rövid megbeszélés után aláírta a társulat új vezetőjének kinevezését. A Győri Balett az mindig egy speciális intézmény volt. Egyrészt Győr városában egy jelentős kulturális intézményről van szó, jelentős kulturális társulatról van szó, de nem csak Győr városában, hanem szerintem az egész országos kulturális, illetve a táncművészetre kihatással van, de mondhatjuk akár Európában is jelentős szintűnek a tevékenységét. És önmagában speciális az is, hogy Kis János hogy adja át igazgató az utódjának a stafétabotot, Velekei Lászlónak, akinek most a kinevezése megtörtént, de ez majd csak nyár közepétől lép életbe, hiszen Kis János igazgató úr még addig a hivatalában van. Ugyanakkor egy szakmai indok magyarázza ezt a lépést. Ők kérték, hogy ez így történjen, hiszen az új évadnak a meghirdetésében már a új, a leendő igazgatónak az elképzelései szerepelnek. A koronavírus járvány a Győri Balett életét is jelentősen felforgatta, de Velekei László optimista, és mindent megtesz azért, hogy a korlátozások feloldása után a táncosok számára egy újabb sikeres időszak kezdődjön. Az elmúlt szezon, mert most már beszélhetek így, hogy lassan vége a szezonunknak, bár az évadzáró ülés az június 30-án lesz, szerintem a mennybe emelt minket, kezdve a 40 éves gálától a premierünk az Anna Karenina-n keresztül, és ugye ott volt a lehetősége, hogy a Budapesti Tavaszi Fesztivált is mi nyissuk, és természetesen eljött ez az idő is, hogy lehetőségem nyílt pályázni, és aztán egy pillanat alatt ez a világjárvány mindent félbeszakított. Tényleg úgy éreztük, hogy az a lendület, ami ez a gyors vonat, amin ülünk, az most hirtelen megállt. Aztán ritmust váltottunk, a jövőben néztünk, alkalmazkodtunk a környezethez, és most már újra optimistán tudunk nyilatkozni, hisz a közönségünk nem engedte el a kezünket, hisz a videóinkat több mint 100 000-en nézték meg, és most már tudunk tervezni, látjuk az alagút végét, és lassan bérletet is tudunk hirdetni. A pályázat mottója tradíció és innováció volt, vagyis a Győri Balett hagyományos értékeire építve szeretné újra gondolni arculatát, és még szélesebb körben megszerettetni a közönséggel a balettet. Az a feltett szándékom, hogy minden nap tanuljak valamit, és ez így fog maradni az életem végéig. Nagyon szerencsés vagyok, mert ahogy említette Kis János igazgató úr is, jó ideje, mellette vagyok, rálátok az intézmény működésére. Nem csak művészeti oldalról látom a hétköznapokat, a mindennapokat, hanem vezetői oldalról is hoztunk meg most már az utóbbi évben nagyon sok közös döntést. Úgyhogy azt gondolom, hogy a pályázatnál a folytonosságra és a megújulásra szavaztak a pályázatnak bizalmat, és tényleg nagyon szépen köszönöm polgármester úrnak a támogatást, és ezt a csodálatosan szép feladatot. Kis János azt már korábban jelezte, hogy a sikeres nemzetközileg is elismert társulat közel 3 évtizedes vezetése után már nem pályázik újra a posztra, és utódjául Velekei Lászlót javasolja, akivel már évek óta eredményesen dolgoznak együtt. Ami nagyon fontos, hogy alkalmas személy kerüljön egy nemzeti minősítésű társulat élére. Én nagyon boldog vagyok, mert ugye egyez, hogy 35 éves volt a Győri Balett társulat, amikor elhatároztam, ugye 40 éves jubileum után én már nem kívánok igazgató lenni, mert úgy tartom egészségesnek, hogy 40 év Kis Jánosból pont elég volt. Úgy érzem, hogy 29 év után én megtettem a magamét. Én nagyon fiatalan lettem különleges körülmények között igazgató, és különleges körülmények között lett Velekei László is, aki természetesen a törvényi előírásoknak megfelelően, de mégis az én támogatásomat élvezhette, és a Győri Balett társulatának a támogatását élvezhette, és ezért vagyok nagyon hálás polgármester úrnak, hogy amikor kértem, hogy az évad indítása előtt, már a szakmai meghallgatás után, és sajnos a koronavírus miatt, a pandémiás helyzet miatt nem volt lehetősége a közgyűlésnek márciusban dönteni az ő kinevezéséről. Ezért nagyon köszönöm polgármester úrnak, hogy a mai napon megtette ezt.
Kis János július 1-től még egy évig egészen biztos, hogy marad a társulatnál és segíti az új igazgató munkáját és szervezi a Magyar Táncfesztivált. Verekei László pedig Markó Iván és Kis János után harmadik igazgatója lesz a Győri Balettnak. Fél nyolcas vizit címmel jelentkezik két hetente a Győr Plusz Rádió új beszélgetős műsora. Bár a vendég egy doktor, mégsem egy egészségügyi magazinról van szó. Győr polgármestere látogat ezentúl rendszeresen a rádió stúdióba, ahol a műsorvezető kérdései mellett a betelefonáló győriek felvetéseire is válaszol élőben. Dr. Dézsi Csaba András az első vizit alkalmával elmondta, a rádió egy újabb olyan felület, ahol kapcsolatba lehet lépni az itt élőkkel. 3:30 után kigyulladt a piros lámpa, élő adásban vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Győr Plusz reggelit hallgatják, és azt már ugye említettem, hogy vendég érkezik hozzánk. A város első embere, dr. Dézsi Csaba András, a város polgármestere. Jó reggelt, polgármester úr! Jó reggelt kívánok minden győrinek! Fél nyolcas vizit a Győr Plusz rádióban, egy új beszélgetős műsor, melynek állandó vendége dr. Dézsi Csaba András lesz. A két hetente megjelenő magazinban Győr polgármesterét aktuális témákban kérdezik a műsorvezetők, és élőben válaszol a győriek feltevéseire is. A városvezető csütörtökön 7:30 érkezett először a stúdióba, ahol Orosz Sanyival beszélgettek a legaktuálisabb várost érintő témákról. A győriek már megszokhatták, hogy a polgármester keresi a lehetőségeket a városlakókkal való kapcsolattartásra. A rádió egy újabb felület, ahol ezt megteheti. Én orvosként is az emberekkel egy bizalmi kapcsolatot építettem ki, hiszen az orvos-beteg kapcsolat az egyik legfontosabb bizalmi kapcsolat. Polgármesterként szeretném ezt követni, ezt a mentalitást, amit meg is ígértem egyébként a kampányomba, hogy nyitott városházát tervezek, ami azt jelenti, hogy beszélgetünk az emberekkel, és úgy gondoltam, hogy nyilván a Facebook, az a média, ahol eddig megjelentem, az egy nem teljes körű média megjelenés, és a rádió, amit az emberek reggel hallgatnak, az megint egy olyan felület, ahol el lehet juttatni információkat az emberekhez, illetőleg meg lehet hallgatni élőben a kérdéseiket, úgyhogy én mindenkinek várom a kérdését, két hetente csütörtökön 7:30-8 a Győr Plusz rádióban. Két hetente tehát 7:30 vizit a Győr Plusz rádió hullámhosszán, referál dr. Dézsi Csaba András, Győr polgármestere. A Győr-Moson-Sopron megyei kereskedelmi és iparkamara kampányt indít, nálam a megyei kereskedők az elsők címmel, a Győri Bevásárló utcák alapítvánnyal közösen. A kampány célja, hogy felhívja a figyelmet a tudatos vásárlásra és arra, hogy a vásárlók inkább a megyei kereskedők termékeit részesítsék előnyben. A részleteket online sajtótájékoztató mutatta be a kamara. Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a nálam a megyei kereskedők az első kampány sajtótájékoztatóján. Így kezdte meg sajtótájékoztatóját a Győr-Moson-Sopron megyei kereskedelmi és iparkamara. Pintér Péntek Imre, a kamara elnöke hangsúlyozta, a koronavírus járvány miatt kialakult helyzetben összefogásra és egymás segítésére van szükség. Ezzel a kampánnyal a kereskedőkön keresztül, a kereskedőket megszólítva, arra szeretnénk fölhívni a megyei vállalkozóknak a figyelmét, hogy figyeljünk oda egymásra. És ezt mutatjuk a vállalkozások felé, és erre szeretném fölhívni mindenkinek a figyelmét, hogy mi is ki fogunk találni mindenféle kampányelemeket ennek az összefogásnak az ösztönzésére. De azt szeretném őtőlük kérni, hogy telefonon, interneten, levélben, ahogy ők úgy gondolják, juttassák az ötleteinket hozzánk, hogy tudunk abba segíteni, hogy minél több itt a régióban tevékenykedő vállalkozó teremtsen kapcsolatot egymással, és amit lehet, akkor itt szerezzük be. Mert ha itt szerezzük be, ha az itt működik, itt lesz abból bevétel, akkor itt lesz abból adó, itt lesz abból nyereség, és az adóból tudjuk működtetni az iskoláktól kezdve az önkormányzatok, az egészségügy, ami a mindennapjainkhoz rettentően fontos. És kérem a vállalkozókat, kérem a polgármestereket, kérem mindenkit, hogy a gazdaság érdekében nagyon figyeljünk oda, nagyon fogjunk össze. Dr. Árvai István, Moson-Magyaróvár polgármestere a megyék önkormányzatait képviselte a sajtótájékoztatón, kiemelte, az önkormányzatok is nehéz helyzetben vannak, és komoly feladatok várnak a települések első embereire. Ami az önkormányzatokat illeti ebben a helyzetben, én azt gondolom, hogy nincsenek könnyű helyzetben, azért, mert például a Moson-Magyaróvár önkormányzatának is közel a bevételeinek felét azok az adóbefizetések adják, amit a vállalkozóktól kapunk. És nagyon könnyű elképzelni, hogyha egy önkormányzatnak az adóbefizetéseinek akár a fele
bizonytalanná válik. Csak azért, mert mondjuk az adóbevallási határidő későbbre tolódik, és a bevételek nem úgy jönnek, ahogy eredetileg terveztük. Ez teljesen felborítja egy város költségvetését adott esetben. Úgyhogy nagyon komoly munka lesz az, hogy ezt időben felmérjük és tovább bonyolítsuk. Obertolné Horváth Tíme, a Győri Bevásárlók utcák alapítvány elnöke rögtön a kezdeményezés mellé állt, mert ők is az együtt gondolkodásban látják a jövő megoldásait. A belvárosi vállalkozásokat a válsághelyzet nagyon mélyen érintette, mivel a tipikusan mikro- és KKV-szektor alsó szintjét képviselő vállalkozások kevés tartalékkal rendelkeztek. Próbáljuk a válsághelyzetnek a globális iránymutatását egy kicsit magunk javára fordítani, mivel ugye azért a társadalomban az egészségtudatos szemlélet felerősödött, így az értékközpontúságukat szeretnénk a belvárosok felé, mint Open Sky bevásárlóközpontok felé irányítani. Szeretnénk becsalni a vásárlókat, a látogatókat, mert célunk az, hogy megismertessük őket a belvárosi vállalkozásokkal. A kampányhoz bárki csatlakozhat, a kamara vagy az alapítvány online felületein osszák meg, kedveljék a Nálam a megyei kereskedők az elsők szlogennel ellátott bejegyzéseket, használják a Nálam a megyei kereskedők az elsők hashtaget, és persze vásároljanak helyben. Két magas ágyást helyezett ki csütörtökön a megyeháza előtti térre a Kertészek és Kertbarátok Győrvárosi Egyesülete. Ennek célja, hogy felhívja az arra járók figyelmét arra, milyen praktikus ez a módszer, vagyis milyen lehet kicsiben is sikeresen kertészkedni. Csütörtök reggel sajtótájékoztató keretében mutatták be a magas ágyásokat, amiket bárki el tud készíteni otthon is. Idén már harmadik éve helyezte ki magas ágyását a Kertészek és Kertbarátok Győrvárosi Egyesülete, amit a szervezet elnöke mutatott be a megyeháza téren. Nagykutasi Viktor azt mondta, soha ennyire nem volt aktuális az otthoni kertészkedés, hiszen a járványnak köszönhetően sokan elkezdték saját maguk megtermelni a zöldségeket, fűszernövényeket. Itt az idei év, itt ez a vírus, ami bebizonyította, hogy igenis az emberek hova menekülnek, kertbe, zöldbe, és akkor nem belefekszem a fűbe, hanem csinálok egy magas ágyást, amivel elfoglalom magam, és pár hét múlva vagy pár hónap múlva tudok róla szüretelni, tehát a családasztalára kerül valami. Ugye akinek kisebb a kertje, az kisebbet készít, akinek ugye nagyobb a kertje, az akár magas ágyásba, vagy akár a földfelszíni kertészkedéshez is visszatér. Én úgy gondolom, hogy soha ennél aktuálisabb nem lehetne ez a dolog. Én bízom abban, hogy továbbra is ennyire sikeres marad. Ültetünk bele retket, aztán kijön a retek, akkor lehet bele tenni salátát, vagy apró a petrezselymet elvetni benne, és mindig egy-egy új növényt be lehet tenni. Újhelyi Károly szemlélteti, mi mindenre jó egy magas ágyás. A Kertészek és Kertbarátok Győrvárosi Egyesületének elnökségi tagjától megtudtuk, milyen további előnyei vannak az otthon is elkészíthető magasított kiskertnek. Ez azért jó, mert hogyha valakinek például rossz a földminősége, vagy éppen olyan helyen van, hogy udvarba, ahol játszanak a gyerekek, kutya futkározik, labda ne guruljon bele, tehát egy picit megemeli, és egyrészt kényelmes is benne dolgozni, meg védve is vannak a növények benne, és ráadásul ugye olyan összetételt tudunk tenni, ami mivel kis területen van, mindennek bele kell férnie. Tehát a fűszernövények, a gyógynövények, a paprika, a paradicsom, na ennél jobb helye nincs egy növénynek, mint hogy a vegyes kultúrában növekedjen, mint egyébként a természetben. Dr. Szálasi László, a Környezetvédelmi Bizottság elnöke üdvözölte a város nevében a kezdeményezést. Elmondta, Győr mindig is tett azért, hogy a város szép és virágos legyen. Örömmel látom, mint a Környezetvédelmi Bizottság elnöke, hogy a Győrváros vezetősége, dr. Dézsi Csaba András polgármester úr, Radnóti Ákos környezetvédelemért felelős alpolgármester úr, mondhatni teljes vászélességgel kiáll a környezetvédelem ügye mellett. Győr virágosítása lassan befejeződik, múlt héten volt az egynyári növények kihelyezése, amely alkalomból Győrváros vezetősége, a polgármester úr, az alpolgármesterek megköszönték a győrieknek azt a hatalmas erőfeszítést, amit a járvány idején tettek. Jövő héten lesz a virágpalánták osztása,
Tehát ez a virágosítás által én úgy gondolom, hogy amúgy is nagyon szép városunk, még szebb lesz. A csütörtökön kihelyezett két magaságyás egészen október végéig fogja díszíteni a megyeháza teret. Kedves nézőink, ezek voltak a nap legfontosabb hírei. Friss információkkal legközelebb, május 22-én, péntek este 7 órakor várjuk Önöket, itt a Győr Pluszon.